Na jó reggelt kívánok, akkor egy mai reus reggeli videó. Megyünk dolgozóba. Nem megyünk a kollégáért, egyedül megyünk. Ez egy reggeli vezetős videó. Aki látnék jobban, de jó volna. A szűk utcákba óvatosan teszem be az orrát, mert bármikor elcsaphatják. Nem akarom, hogy az legyen. És ilyen kénytelen vagyok. Óvatosan nézlek el. Új fejlemény annyi, hogy ugye a fékek meg lettek csinálva, nagyon jó fékek vannak, ha bár a fék dobba az nem lett lecserélve. Lesz volt a drága, de szerintem lusta volt. A festő azt mondta, hogy nagyon rozsdás volt a fék dob. A festő lefestette a kocsi alját, halványvédelmet csinált. Hát, hogy üregvédelmet csináltak, azt nem tudom. Hogy az halványvédelmi jelet, azt sem tudom. Azt tudom, hogy az alja az fekete. Azt is tudom, hogy szakember, illetve protekcióval csinálta. A kollégámnak a unokatestvére. Nagy üzemben festő, nagy érdeket fest. Úgyhogy valamit fabrikált rajta, nem tudom. Azt tudom, hogy a felig is lettek festve a gólyalábak, illetve a csonkálványok is, lengőkorok is lettek festve. Illetve nem volt festve már korábban a hátsó bekötési pont, illetve a hátsó féltengelyek. Le voltak festve. Küszöb aljak is le voltak festve. Most a küszöbért is remélem még húzta. Mert a küszöbben is van húzva egy kis csík. Az látszik, hogy nagyon... Valamit nagyon nagyon nem tudom, mint valami nagyon akart, hogy összekaszolta inkább valamazok így. Autót, mert nem adta tőle valami olyan cuccal, amitől visszajött az előleti gyári színe. Hát ilyet nem is láttam még, hogy annyira koszos az autó, hogy gyakorlatilag a színébe van bele evődve a kosz. Lényegében az önkiszolgáló mosókban lévő sterimok, illetve a vegyszer, lófasz. Azt ajánlotta, hogy kézi mosás kell neki, kell neki a kézi mosás, mert a motortér is elég koszos, illetve vannak olyan pontok az esőjelvezetőknél, ami szintén koszos. Azokat meg kell csinálni. Tehát át kell most az autót is átpasztázni. Két első kerékjátíven is tudja festeni, azt mondta. És ugye... Ki hátsod is ki tudja javítani. Méghozzá vasgittel. Hát speciál, olyan még nem láttam, találtam nekem vasgittet. De majd eljön az idő, és már keresek egy olyat. Üvegszálas használnak általában, vagyis mikroszálasot használnak. Csak ugye azt mondja, hogy a mikroszálas gitt alatt a vas fő. Mert ugye benne van a egyrészt a rozsda, nem lehet addig visszakaparni.
másrészt meg a nedvesség, és egyszerűen fő, amely pedig a meleg van, egyszerűen fő a vas itt, és a mikroszálas git alatt fő a vas tanyarul. A git még ott marad, a vas meg már rég átorlott. Láttam egy ilyen videót, ott az alvázvédő alatt. Az alvázvédő alatt volt neki ilyen problémája. Egy Lincoln Continental volt, ami szerencsétlen úgy nézett ki, hogy gyakorlatilag teljes alja kiesett belőle. Úgyhogy azt ajánlom mindenkinek, kedves hölgyeim és uraim, ha vásárolt egy autót, akkor a vásárlás helyén rendelje egy alváz és üregvédelmet, amit ugye garancia nem megy el, ha van garanciás autó. Utána minden egy másik műhelybe, és fejezd be rendesen. Az sem mindegy, hogy milyen öcsit használ az ember, a festő, mert vannak a bitumenes alvázvédők, és vannak a sok egyéb más között a műgyártások. Ugyanis az ipari gépeket nem nagyon rozsdátlanítják, csupán lefújják valami tisztító folyadékkal, esetleg utána a ventilátorra leszárítják, aztán lefújják ezzel az alvázvédővel. Vonatkozik egy vasúti járműre, vontató eszközre, jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy autó elindult az új élete felé, hát futóműben és kormányhajtáson mikor lesz idő, azt nem tudom. Az is kell. Kereged dolgok, de álmos a minden kutya. Nem mindig gyorsan, mert több fax van. Több fax van, nem mindig gyorsan, mert költésre váró és a megvásárolásra váró tárgy, hogy az embereket teszi boldoggá. Szükségleteinek kielégítése, a biztonságérzete, a szociális kapcsolatok, az önmegbecsülés és az önkifejezés.
És mostan a szűsérte kielégítése és a biztonság fokáról hiányzik az alsó épületnek az építője. Elég, hogy nem bírtam megvenni ezzel semmit sem. Ez elég szomorú. Ezt én basztam el, megmondom őszintén. Hát ugye az a baj, a fizetés egy darabba jön, hanem három darabba érkezik a fizetés. Két munkahely van, egyik helyen két hetente fizetnek, másik helyen meg majd holnap. Reggel. Pontosabban ott fizetnek két hetente, ha holnap reggel fizetnek. Szőnyeget kell venni. Kellett venni. Aztán szőnyeg mellé. Kalátét szőnyeg. Kell új éjjeli szekrény. Ez több éve még ki kell fizetni. És az autó egész szépen alakul. Felelegom már. Csinálsz, meg lehet csinálni. Ez egy fajn autó. Elvisz oda, hova. El kell vinni ilyen. Nem külföldre. Nem akarok külföldre venni autóval. Autópályára se akarok menni. Nekem nem hiányzik az autópálya. Ez valahogy nekem kimaradt az autópálya kívánatom az életemből. De ha megvesz a futóban is koronai állítás, valami valószínűséggel kapcsoljuk a videót, mert